Vials of Mana, harmadik epizód. Meglátjuk, hogy hogyan fejlődnek karaktereink. Na. Nem tudom, hogy hol tartottunk, de azt tudom, hogy valami izgalmas résznél hagyhattuk abba. Talán bejutottunk valamelyik faluba. Az igen, Aquila. A manapoti. Szóljatok, hogyha elmúlt ez a fehérség, meg kiég a szemem. Ah, köszi. Ah, elkiabáltam! Ne! Fény! Elmúlt! Nem játszottál véletlenül a Gears Tactics-szal? De! Egy streamet már toltunk vele. Kérdezz meg Nikolászt a nevéről. Nikolász is benne van abban a játékban. És most ide, hogy az anyámba megyek be? Halló! Halló! Azt a rohadt életbe, ti mik vagytok? Ezek valami jetpackes, nem tudom, jetpackes angyalok, vagy babák, vagy mi az szősz? Még valami nagyon furcsa lények voltak. A keddi napon megoldhatjuk az adásvételt? Reggeltől 14-ig nekem okés az nap. Persze, Bodrász. De a kedd is jó, hogyha neked az a nap a megfelelő. Én itthon leszek. Ha majd Discordon megbeszéljük akkor a részleteket. Fehér jetpackes bimbó páncélok. Na, ezek már cukik? Ezek valami varázslós lények lesznek. Várjál, valamit cukroznom kéne. Black Mage? De ezek aranyosak. A 13 éves Black Mage. Hogy jöttünk? Ha ott jöttem keresztül, akkor lehet, hogy a másik oldalon majd még meg kell nézni, hogy mi van. Azt a rohadt élet, de hát ez mi? Na mekkora fight lesz itt, te atya úristen. Jézusom! Na várjál már, mert itt már parás a situation. Kellene AOE-zni. Halló. Ott van az egyik. Neked cicavirág megvan? A tankomat ki is ütötték. Halló. Halló. Arra van Houston.
Na várjál, valahogy fel kell éleszteni azt a szerencsétlent. Fainted ally. Azt a rohadt, mi volt az a heal? Na, szuper képesség! Majd már egy kicsit sokan voltak. A jó tank, ha ilyen hamar kiütik. És ráadásul szerintem nagyon... nagyon nem is tauntol. Úgyhogy nem tudom, hogy... ugye nyilván, amit nem én irányítok, az sokkal, sokkal kevésbé dodzsolgatja az attackokat. A tankomnak még mindig nincs pajzsa. Nincs. Tehát ő még mindig olyan tank, aki pajzs nélkül csinálja a dolgait. Nézzük, hogy mi van ezen az oldalon. Még lassan egyébként jó lenne, hogyha lenne már valami hílem. Annyira nem bonyolult egyébként kikerülni ezeket a spelleket. De valószínűleg az NPC, amit nem én irányítok. A heal a gyengék fegyvere? Ne szórakozzál már! Akkor is fog kelleni valami heal. Akkor elméletileg ezeket itt mind inasba raktuk, és akkor most fölhílelem magamat. De nem, a pajzs az kelleni fog, srácok, higgyétek el. A pajzs az jó lesz. Ó! Mi ez? Souls-like módjára? Izé, respawnolnak, ha mentek egyet. Ezt eddig nem vettem észre. Hát akkor, hogyha ezt tudom, akkor lehet, hogy nem mentettem volna rá ott arra. Potion meg pajzs, most csalódta? Hát, aha, respawnolták, jó van. Akkor fasza. Na, jó, akkor szerintem azt a középső részt, ezt lehet, hogy el fogjuk kerülni most. Még jó, hogy az előbb mondtam, hogy könnyű kikerülni a spelleket, ezt úgy beletáncoltam, mint a muszáj lett volna. Őket... vagy ne kerüljük el? Adjunk nekik? Adjunk nekik! Van szuper képesség, úgyhogy lehet, hogy így most könnyebb lesz. És még egy. Na. Easy. Így jó volt? Tézeusz, nagyon szépen köszönöm a 23. hónapot. Köszi szépen. 23.
Az mi? Az mi? Valaki még él. Aha. Ez nagyon furcsa volt. Ez mint egy sakbábúról megérkezett volna valaki. Viszont elfogy a candym. Az 500 HP-s healt, azt egy picit too much-nak érzem, úgyhogy nincs összesen 300 HP-ja az embereimnek. Ugye le kell törni róluk a shieldet. Csak azután tudjuk. Jó, de jó. Konkrétan akkor használtam el a szuper képesség, amikor már mind a kettő meghalt. Igen? Gyönyörű időzítés volt akkor. Úgy látom, itt ezekkel a lovakkal fogok harcolni itt végig. Várjátok, melyik az, amelyikkel tudom jól törni a pajzsot? Azt hiszem volt valami perk, amit beállítottam az egyiknek, lehet, hogy a tanknak, de már nem emlékszem. Lehet, hogy ti emlékeztek rá, majd akkor mondjátok. Minden nem volt itt. Ó, aha, ezt itt elbarikádozták. A Veróci nagy beavató egyébként. Nem lehetne... Onnan tudnék szerezni, srácok, még így candy-t? Az egyébként sokkal hasznosabb lenne, mint... Na várjál, ha viszont erre kell jönni... Akkor mi volt a lenti részen? Milyen sütögetés megy? Ja, egyébként képzeljétek el, nagymamám is kakaós csigát sütött, és kaptunk tőle egy óriási tepsi kakaós csigát. Úgyhogy most itthon is van az. Come on.
6 HP. Akarjátok látni, hogy néz ki a házi kakaós csiga? Nem! Hát jó. Ha nem, hát nem. Akkor nem hozom be megmutatni. Nézzük csak, most elméletileg... Ja, szerintem ezek idővel is respawnolnak, mert most például nem mentettem. De ez itt megjelent újra. Akkor mindegy, akkor mehetünk. Mutass képet? Hát azt nem tudok. Nem, le nem fotóztam. Van pénz. Eddig ez volt a legtöbb, amit egyszerre kaptunk. Ja, várjatok, mert elméletileg mindegyik szintet lépett. Na, mit kezdtünk el rakosgatni? Ide a strength-et, ez biztos. Ide a luck-ot. És ide is a strength-et. Az a baj, nem nagyon van már. Ja, de még a csajnak van. Az igen! Csajszikám rendesen adta nekik. De jó lenne, ha nem maradná benne abba a pirosba. Sokat nem gondolkozik az NPC. Micsoda, nem szeretnék újra mutogatni egy bizonyos kamerás emberkére? Mi történt? Én házi kakaós csigát legutóbb a WC kagylóban... Vagy Aquila, annak ellenére, hogy... Volt, akinek kifejezetten kérése volt, hogy nem akarja látni a házi kakaós csigát. Hozzam és toljam bele az arcába. És ott az egy év a Vidis Hype a Vidi. Meltbone, nagyon szépen köszönöm az egy évet! Köszi szépen és gratulál a subbatchhez! Leviszed addig a szemetet? Lássátok, hogy Nagyi mekkora forma. Figyeld a... Figyeld, milyen takaró van rajta.
Ilyen. A házi kakaós csiga. Jaj, a bagyos. Kurva jó. Anna, várjál! Ha itt, ide rakom, itt jól látod, Anna? Itt jó? Pont belelóg! Nem baj, tudom, hogy te tudod, hogy az van ott. Ez nem kínzás, ez nekem fantasztikus érzés, hogy érzem az illatát. Takard le, mert megszárad. Mondjuk igazad van. Nem baj, így is tudja, hogy az van ott. Behold, even the hero king is powerless when paralyzed by magic. You must be the Crimson Wizard of Altena. Tell me, why would Valda, the true queen, mount this cowardly attack? Na jó, eltűnök, ameddig eszek belőle egyet-egyet, jó? And thought it best to destroy Valsena before retaliation. Her Majesty is not troubled by past alliances. A pity. That is all you wish to ask? Sophie, take this! Stop! You again. This interference will not be forgotten. Until the next time. Wait! No! Not again. Stay here and fight, you coward! You won't get away, Crimson Wizard. Not again. Jobb, hogy elvettem a képet. You're safe. Duran? Have you returned? Your Majesty, we are searching for the ACM most már a táplálkozás folyamatába léptünk. Please, tell us where to find this kingdom stone. Fairy, I see. Then you are all traveling under Fairy's guidance. I have met one of your kind when I stood against the Dragon Lord. In truth, I was chosen by that fairy. What? Sadly, that fairy was cut down. Köszi, köszi. Hát csak egyet ettem belőle. I was spared. Vagy lehet, hogy kettőt. If fairies have come to our realm again, this bodes ill for the world. Eight mana stones exist in the world. The powers of earth, water, fire, wind, light, darkness, the moon, and wood originate from these stones. You will find the elemental spirits of each stone living nearby. We have already located the elementals of light and earth, Lumina and Gnome. Heyo! Ó, már kettő mana stone-t ugye megtaláltunk. How you doing? Six remain. You must travel to Paloport by boat from Byzer. From there, you can reach Laurent's Mana Stone. It is the Wind Stone. Oh. Thank you, Your Majesty. We will find the stones. You need. Tehát a célunk az, hogy jó legyek. Nem, ez nem az. Hogy a maradék hatot összeszedjük. Safe travels to you all. Kíváncsi lennék egyébként most a
streamen lévő emberek hány százaléka az, aki egyáltalán bármit is figyel a sztorira? Bazdmeg, a kifele nyíló ajtó. Én már csak kakaós csigát látok mindenhol. Még sze... Ó, megint ki fognak minket lőni? Set up a new cannon. Van, aki csak a chatet nézi. Hát, ez tök jó. Akkor igazság szerint helikopterezhetnék is. Krisának kimaradt a második stream. Ah, itt van megint a kis gnóm. Van Voyage? Oh, you mean my older brother. I'm Van Jure. I know you want to get back to Maya, but hang on. I'm still setting up my brother's invention. Azt mondja, hogy wait for the cannon to be finished. És addig mégis mi a... A húgyomat csinálja. Hé! Srácok! Nem ő vele harcolt Durán? A látomásban, de a kezdetekkor nem ezzel a... ezzel az entitással harcolt? De közben este lett. Azt még mindig nincsen kész. Kizárt dolog, mert nem tudom. De, valószínűleg vele harcoltunk. Kövesd a csillagot, mindig kövesd a csillagot! Ki az a Durán? A tankunk. A tankot hívják Duránnak. A furcsa hajú oroszlános embert. Nézek, Steelnet már se tudja, hogy mivel játszom. Bezzek, hogyha Elder Scrolls Online lenne. Akkor... Tényleg, mi újság esóba, Steelnet? Mesélj, úgyse érdekli senkit ez a stream. Megérkezett az új... Kieg. Itt van Miss Szemöldök. Emlékeztek, ő az, aki nem lát ki egyébként, de ő a Fortune Teller. Ő érez. Nem lát, de érez. Aha. Azt mondja, hogy pihenni akar, úgyhogy húzzunk a faszba. Jó. És kaptunk tőle egy új ability-t, ami kérlek szépen Fortune Teller Chain Ability. Status effect time shortened by 50%. Az egyébként elég hasznosnak tűnik. Majd akkor, amikor már lesz több képessége szlotolására lehetőségem, akkor valószínűleg be is fogom tenni, de egyelőre még nagyon, nagyon keveset tudok. Micsoda, mi az a név? Úristen, először azt olvastam, hogy halas fogkefe. De közben halálos fogkefe volt a neve az emberünknek a cseten. Mondjuk a halas fogkefe is elég durva lenne. Chain ability-ket be tudsz rakni mindenkinek? Igen, yeah, chain ability-k is úgy működnek, hogy... várjál, hol vannak? Gear and stats.
itt van, hogy abilities, és itt van ugye, tehát hogyha most nézzük ugye a choice-it. A choice-inak be tudom rakni a break armort, az interception-t, HP boostot, MP boostot, banished, ez a fortune teller-ös ability. 5% a cancel-re van téve, meg a pinpoint-ra, hogy 10% crit. De lehet, hogy neki is egyébként izét kellene. A canceling helyett a lucky find-ot, de ez Hawkeye-nak van equippelve. Szemöldökében van írva a jövő. De lehet, hogy ez is olyan, mint a, az Éretlenek című filmben, nem? Hogy hol van a puska. Szóval a Ben is az nincs equippelve, az MP boost sincs, hiszen még nem varázsolunk. Van ugye HP boostunk, meg ugye interception. Igazából a Duránnak kellene egyébként szerintem azt csinálni, hogy HP boostot tudunk adni, akkor több HP-ja lesz, és a break armor helyett mondjuk egy banished. Mert charge attack-et nem hiszem, hogy használ alapból a játék. Adjunk neki egy banished. Ilyen pajzsot még nem találtunk. A srácnak még nincs gyűrűje. Őnek is lehet interception-t, ward off-ot, enigma, harder for enemies to detect. Tehát vannak speciál képességek, amiket csak karakter specifikusan lehet kiosztani, meg vannak azok, amik általánosak. A critical hitet azt szeretem. Viszont a forszék helyett egyébként rakhatunk be mást. Mondjuk a break armort. Mennyi hősöd van? Három van, és ezt rögtön a játék elején kellett kiválasztani, hogy ki a main karaktered, meg ki az a kettő companion, aki veled van. Úgyhogy arra ott volt lehetőségünk a játék elején választani. Azóta egyébként nem is tudom, hogy... Én nem vagyok benne biztos, hogy valamikor abból lehet választani. Tehát, hogy váltasz mondjuk, hogy ki legyen a hősöd. Szerintem az a játék elején ilyen predetermined, és onnantól kezdve azzal vagy. Nagyon sok lootot lehet találni egyébként össze-vissza a városokba. Most mindenki arra vár, hogy megépüljön a canon, hogyha jól látom. Találkozott egy kaktusszal. Kis Final Fantasy utalás? Na várjatok csak! Azt kellene megnéznünk, hogy tudok-e... Hoppá! Sorry, not in here. Anywhere but here. This is my house. Nem enged be a házába. Understood. I hope you can fulfill your pledge soon. I will help as much as I can. Ez érdekes, hogy nem enged be a házikójába. Mondjuk nem, mintha oda be akartam volna menni, hogy őszinte legyek, de így most már tényleg be akarnék menni oda. Item seed. Szerintem már
több item seedet szereztem, úgyhogy mindenféleképpen be kell mennünk ide, és elültetni azokat a magvakat. Nézzétek csak, mert lehet ilyet csinálni. Ó, oh, már hetet! És szerintem most szintet is fog lépni a ládám. Ott is van, level up. Magic pot now level 2. Higher chance of enemies dropping seeds. Seeds have a higher chance of yielding good items. Oké, tehát azzal, hogy a ládámat növelem, az esélye is nő annak, hogy essenek ilyen cuccok, és jobb cuccok lesznek belőle. Crashlands-re sikerült azóta ránézni? Vagy csak beklémelted? Crashlands? Szerintem valamire most nem emlékszem, Petya. Ja, Epic Games! Az volt ez a játék, ami a Don't Starve Together és a mit tudom én minek a keveréke, ugye? Azt néztük tegnap. Vagy tegnap előtt, már nem tudom, hogy melyik nap néztük, most már így emlékszem. Nem néztem rá, csak klémeltem. Na, ide akartam bejönni. Hol van ez? Hogy vajon lehet-e új fegyvert venni? Bye. Ah, nem. Tehát ugyanazok vannak, amik előtte voltak. Ó, nézzétek csak! Cica da earring. A hide bracert azt rakhatnám mindenkire, és az Reese-nek adna egy, gondolom az magic defet, az Hawkeye-nak adna 2-3, ez 3-2, meg Reese. Duranon van egy ilyen. Lehet, hogy ebből veszek még kettőt, azt mindenkinek ugyanazt odaadom. Na várjál. Hát elméletileg akkor most a Gears and Stats, Hide, aha, és neki nincsen. Így. Welcome. Sell. Gear. Azt nem is tudom eladni, az valószínűleg akkor egy olyan dolog, amit nem enged. Mert az volt a pre-order bónusz, ugye? Azt hiszem. Hát figyeljétek, ha akarjátok, ránézhetünk egyébként arra a játékra is. Tehát a Crashlandet is megnézhetjük még ma, hogyha gondoljátok. Na, lehet, hogy elkészült a Canon. Ki tudja, mit lootoltál te ott? Hát szerintem semmi olyasmi nem történt. Nézzük meg mondjuk az utolsó órába, vagy... Nem tudom, mikor akarjátok, hogy megnézzük, ha akarjátok. Mondjuk nem tudom, hogy felraktam, de hát most ez nem hiszem, hogy olyan... Sok ideig tartani lesz. Ó, elkészült a Canon! Na, nézzük a törpét. I'm Von Jure, younger brother of Von Boyage, and he told me all about you. He even gave me this cannon to help out with your little adventures. Megint ki fognak minket lőni. Hop in. I'll send you back to my brother's place in Maya. Oh, no, don't worry. I'm a much better shot than he is. Ready?
Ez a lövés animáció, baszki. Mitől pörgök, amikor kilő? Na mindegy. Hát jó, akkor visszalőttek minket ezek szerint. Viszont figyeljetek, azt mondta a csávó az előző városban, hogy ezt a Canont adták neki kölcsön. Most akkor hogy került ide ez a Canon? Head to Bazer. Itt nem nézem meg a vendorokat, mert tudja, hogy még itt sem lehet újabb vagy jobb cuccokat venni. Micsoda sneak peek volt? Megláthatod a kis zöld bugyongóját. Oh yeah, na ezt a zenét szeretem. És jönnek a Pikachuk, amik hogyha nem fejlődtek velünk, akkor egy shotol... Nem, tehát hogy ezek például nem fejlődtek velünk, tehát sokkal-sokkal gyengébbek. Regények, hát ezek így nagyon inasba vannak rakva. Szerintem csak... Ha most erre kell mennünk. Ez olyan kis nyugi zene, ez azért tetszik. Bőven vannak benne egyébként nagyon idegesítő zenék, hál' Istennek ez nem az. És ugye itt találkoztunk a kaktusszal. Ha, de már nyilván az is tovább ment. Ne, megmérgeződtem! Itt jobbra láda? Oh. Egy csoki. Csak így nem hagyja gyugod. Azt hiszem ez nem tölti fel a HP-nkat, ez a szobor. Ugye ezen csak menteni lehet. Beef! Úristen! Na jó, most egy kicsit sajnálom őket. Hű, na várjál, azt még meg kéne szerezni. Föl se ugrottam hozzá! I'll take point and leave the rear to you.
Várjál már, hát nem is itt van a izé. De valószínűleg erre kell menni. Na, Cliffy is csatlakozott a... Tényleg milyen játék? Azt már akartam kérdezni egyébként Nikolásztól, hogy... hogy állunk egyébként a játékokkal? Lassan kell újak, új kódokat küldenem? Mert szerintem, hogyha belépnék megint a Humble Bundle-re, akkor biztos megint lenne jó pár kód, amit ki lehetne osztogatni. Beteg játéknak tűnik? Nem vágom, hogy melyik. Hát szegény zombik nagyon kapták. Ufman, köszi szépen a követést. Dokkokhoz kell mennünk, viszont ez egy új terület, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne megnézni a shopot. Általában, hogyha új területre eljöttünk, akkor lehetett venni új, erősebb fegyvereket meg dolgokat. Jövő héten, mert még 6 játék van. Kisorsolásra került több mint 110 játék az utóbbi időszakban. Az durva. Ami 110 valamennyit küldtem neked, ugye? Az kemény. Akkor jó haladunk. Jó, jövő héten akkor már küldök neked újakat. Belépek valamikor, és megint szerintem így rád ömlesztem a kódokat. Mert szerintem egy ilyen 20-at biztos, hogy megint lehetne klémelni. Na nézzük csak, hol van a itt van. Százat ő húzott be, de... Aha, itt is vannak az újjak, látom. Nagyon jó. Equip. Nagyon jó. Na, felfejlesztettük ezeket, és akkor el is adhatjuk a kicsiket. Tupi. Na, hát fegyverbe... nézzétek csak, milyen piszkavas lett a hátamon. Az bajusz, barátom. Az bajusz. Arra büszke lehetsz. Most mit sorsolunk? Nem tudom. Azt kérdeztem én is az előbb, hogy vajon mi az, ami sorsol... Aha, ez az ajtó. Lumina time. Ott táncol a barátunk. Na nézzük, armorban is tudja, hogy van új. Így van. Na. Tök jó. Mind a háromnak az armorját is növeltük. Jó. Igazából... más nem lehet tőle venni. Ezt a hármat. De akkor hol vannak bakker a... Hol vannak basszus vajon a... pajzs, meg ilyenek. Mindig azt hiszed, hogy jött a töltőkkel.
Ráadásul engem is megállít minden actionbe. Tehát én se tudok olyankor semmit se csinálni. De most egyébként így tényleg nem vágom, hogy pajzsot, meg gyűrűt, meg ilyeneket, azokat miért nem lehet venni az armorosnál? Vagy a weaponösnél? Most tök mindegy, hogy melyiknél, de hogy... Ott a kaktusz. Na, kaptam még egy stampet tőle. Ugye ez az a kaktusz, amit mindenhol keresgélni kell. Mindig, amikor megtalálod, akkor kapsz egy matricát, vagy bélyeget, vagy tök mindegy mit, és utána azok után kapsz majd rewardot. Nem tudom, hogy mit, meg mikor, mert még annyiszor nem találkoztunk vele. Viszont itemeket nagyon nem találunk, tehát csak ilyen csokikat, meg candyt, meg stb. Na majd meglátjuk. Na most hajózunk egyet szerintem ezzel a vadállat melszőrös Skipper nevű kalózzal. Vagy nem. Investigate the town. Opa. Valamit itt kellene csinálni szerintem. Ugye fönt és kinn a szélén? Ha? Welcome to Bazer! Hát nem, én nem itteni vagyok. A Night Marketet kell megvizsgálnom, azt mondta. Egyébként azért fogyott el hamarabb a várnál, mert a maratoni LEGO streamen 8 játékot sorsoltam ki, és volt egy játék, amihez több mint 12 kiegészítő járt, mindenféle skin pack és tárgyi bónusz. Ja, igen, mert voltak olyan pakkok. Jaja. Hát, valamikor majd megint lesz LEGO stream, srácok, meg ki kellene rakni azt a ninja kalózhajót. There's a mysterious item called the Minor Mallet. But even the merchant guild that runs the night market hasn't gotten its hand on it. Oh, van valami nagyon ritka cucc. Hát azt gondolom, akkor én fogom megszerezni majd. Igen, csak az tudjátok, akkor megint olyan streamnek kell lennie. Nem valószínű, hogy egy ültő helyen bekirakom, mert azért nincs kedvem 20 órán keresztül legózni. De lehet, hogy akkor egy ilyen hétvégi sessionbe kellene beletenni. Nem tudom, hogy. Tehát, hogy mit tudom én egy ilyen szombat vasárnap alatt kirakni a legót? Lehet, hogy úgy kellene csinálni. Már csak azért is, mert hétköznap, hogyha telepakolom legóval ezt az asztalt, akkor kicsit nehézkes lenne dolgozni. Ja. I had no idea the Windstone was located in Laurent. If there's anything you need, better buy it in Palo. Nem. Szerintem megint ki tudnám rakni egy ilyen 20 pár óra alatt. Mennyi idő alatt raktam ki a Technic Legót? Az is 20 pár óra volt, nem?
mennyi idő alatt rakja ki a Rubik kockát? Nekem a legjobb, legjobb időm a Rubik kockával 3 perc alatt volt, valami 2:45, 2:50. Port is now a territory under the control of the Navarro nation. Move along. Uh-oh. Something's yeah, not right. They're acting like they don't recognize me. Isabella must have gotten to them. Hey, cat got your tongue? Nem beszélnek hozzá. Curses! This is Isabella's doing, I know it. The curse! All the Navarlins might be under her witchcraft. Nemrég lett meg az új versenykockám. 24 hét lett az új rekordom. This is the time to start a fight. Azt a kurva életbe. Ez durva. We should ask around town and find out more. Hát én egy kicsit hosszabb idő alatt rakom ki. De már annak is örültem, amikor annó sikerült megtanulnom, hogy hogy kell kirakni. Igazából tényleg abszolút tanulható a dolog. Nekem egy szek, míg megfogtam a kész kockát és leraktam az asztalra. Igazából Mezó megvette. És nem keverte össze. Your Highness, you are alive. I am so glad you were spared. Liza, is that you? Oh, how fortunate. Hush, please, Captain. We must be discreet lest the Navarlin agents overhear. I am not the only Laurentian survivor. There are many more. Minek keveri össze, ha újra ki akarja rakni? Jogos. Hey, you gonna take my order or not? Oh, sorry for the wait. Neked is ilyen 3 perc körül volt a legjobb? Oksi, oksi Nikolász, rendítsek, köszönjük szépen. Cica! Niccolo? It is you. Na Niccolo felismer minket? Nem is tud beszélni. You have to know me. Come on. Isabella must have gotten to you too. Meg kéne tanulnod a pro rendszert? Hát figyeljétek, szerintem alapvetően egy rohadt jó dolog, hogyha valaki megtanulja kirakni azt a kockát. Én emlékszem az első alkalom, amikor vannak bizonyos lépések, amiket hogyha folytatsz, vagy követsz, akkor bármikor kirakod. Nyilván ezek meghatározott dolgok, amiknek, mit tudom én, teljesülnie kell, és az alapján haladsz. Szóval, hogy mit tudom én, nagyon-nagyon sokszor kellett kiraknom a guide alapján, és akkor utána már kezdtem megtanulni, és egyszerűen annyira fantasztikus érzés, amikor eljutsz oda, hogy már magadtól rakod ki, mondjuk anélkül, hogy puskáznál a papírról, hogy ha ez az állás van, akkor hogyan kell csinálni? Én imádtam. Wow, 2-től ilyen sokat fejlődött. Search for the elemental of wind. Durán. Csetszunk, az egyéni halt milyen hosszú lehet max? 4-6 szek. De
ezt nem írtam bele a kiváltásnál. Majd ki kell egészítenem akkor. Új zene. Kaktusz! Na még egyszer meg kell találnom, és akkor kapok valami rewardot. Find one more for a price. Így van, tyap-tyap mutatja. Ilyen hosszú. The mountain of full. Okay. Ez például nem szállt le, amikor megütöttem. Úristen, ne emlegessük azt a tegnapi benszülött Káreszt, mert... Az sokaknak fog még álmatlan éjszakákat okozni, szerintem. Nézzétek csak, itt van az az enemy. Szintet lépett Reis. Tegnapi adás vodját? Föl fog kerülni YouTube-ra is. Azt hiszem még nem vágtam ki külön. A stream után majd meg fogom csinálni, hogy highlightba kivágom magát a lényeget. De egyébként a videó között, ha lejjebb tekersz, akkor ott láthatod a korábbi adásokat, csak a sorrendet változtattam meg, hogy mi miután jelenik meg. Először vannak azt hiszem a kiemelések, utána a klippek, és alatta vannak a Fast Broadcast. Hát ez kifejezetten izgalmas, hogy így ugrálni kell hozzájuk. Megvan? Egész korrekt, azért XP mennyiséget kapunk értük. Mert az izét akartam megnézni. Hát oda majd úgy is mennünk kell szerintem. Most először meg kell nézni először ezt a cave-et. Ó, de jól jött ez most, még jó, hogy nem használtam izéket. Temeket. Aha. Megvárom, amíg 16-os lesz a harmadik emberünk is. Mi ez a pókháló?
Ne, ebbe a játékban is tuti lesznek akkor pókok. Figyeljétek, nincs olyan játék, amiben ne raknának benne pókokat. Pókról jut eszembe, skacok. Kaptam ma egy kódot. Egy nagyon izgalmas játékhoz. Aki akarja, keressen rá. Az a neve. Kill It With Fire. Tanulságos lesz. Oh no. These are some Nosa flowers. Zsófi, hidd el, nyugodtan, keresd rá. Keresd rá. Where am I? Minden vasárnap reggel ezt kérdezed, mi a szombati buli után? Captain, thank goodness. This is our secret base. We have been preparing the remaining Amazon forces since Navarro attacked the Citadel. Oh. We chased after the kidnapped prince during the Navarlan assault. Game of the Year, azaz! Unfortunately, we stumbled into the Somnosa meadow and succumbed to the sleep spores. Az még Zsófinak is tetszeni fog. The spores away, we awoke to a cold trail and the citadel burning in the distance. We have failed you and Prince Elliot. Please. I am simply happy that you are alive. Thank you, Your Highness. Once your companions are awake, please come to the meeting room. Everyone wishes to see you, Captain. Best game ever. Hát vicces lesz. Vicces lesz. Valamikor megnézem majd azt a játékot is. Látod, én mondtam, Zsófi, hogy neked is tetszeni fog. Megnézzük jövő héten hétvégén a játékot? Vagy az valamelyik este? Már mondom, az az igazság, hogyha... hogyha tényleg jövő héten kedden ugye kijön ez a játék, amiről beszéltünk a stream elején, akkor lehet, hogy ezt egymás után egyszer, kétszer, még háromszor lehet, hogy föl kéne lőni és meg kéne nézni, hogy mit lehet egyáltalán kihozni belőle. Most mi van? Hol van az a csillag? Azaz, 440 luk rajta, azaz, azt néztem én is, hogy tombos. Na de várjatok itt, akkor most merre kell? Szerintem lejjebb kell mennünk. Meg jövő héten lehet, hogy játszanék újra a Gears-el is. Igazából az is tetszett. Vasárnapi chill stream. Kill It With Fire. We captured an agent in the meadow. He is behaving oddly. I do not know how the Narva managed to take the citadel this state. Ah, most viszont föl kell mennem. Szia, Miucsi! Tehát jövő héten elképzelhető, srácok, hogy mondjuk hétfőn, lehet, hogy a Surge-el fogunk játszani. Vagy. Vagy Green Hell, ezt majd még eldöntjük. Kedden biztosan az új játékkal. Please, I am fine, child.
How can we take the Citadel from the thieves who have it overrun? A frontal attack would easily be rebuffed by Navarro. Is there any way? Forgive me. I am a mere caretaker. I never learned tactics or strategies of war. Wait. We should consult with the sage Dom Perry. He may have wisdom to impart upon us. Dom Perry? Yes! Back when the world was waging war on the Dragon Lord and his unstoppable forces, Dom Perry advised the Hero King on strategy, which led Valsena to victory. Where can we find this tactician? He is difficult to locate. Dom Perry is Korapoker. They are small, reclusive beings that dwell in Rabbite Forest, south of Jan. Then we must go and find him. Please wait! The Korapoker do not like larger folk such as us. You may not be able to meet with him at all. Úgy látom, hogy egyébként ebben a játékban az öregeknek problémája van a szemöldökkel. Dom Perry may not agree to meet with you in your current forms. You must appear less human and more... Korapoker-like. You must find the legendary Miner Mallet. Rumor has it that the item is in Bizer. With it, you could possibly pass for Korapokers. Tehát be kell öltöznöm, vagy át kell alakulnom kevésbé emberi alakba, valami Korapokur skint kell magamra öltsek. Ehhez pedig meg kell találnunk egy legendary miner maletet. Hát jó. Ja, jövő héten akkor játszunk Green Health Gears-t, Surge-t és az új játékot szerintem. Miért menjek arra, hogyha legutóbb itt ájultam el a pibe? Most nem. Hát jó. Ott a kaktusz! Most kapjuk az első rewardot. Na figyeld! Ott van a nagy matrica. Check how many undiscovered treasure boxes are left. View from the... Hol van a lootom? Nem kellett volna valami lootot kapnom? Ó, nézzétek, itt van! Na most kapta meg a képességet, a provókot! Aha! Akkor most már tudnánk tauntolni vele. Oké. Okay. És milyen price? Várjál. Hogyan tudom a price-t csekkelni? Oh, get a 10% discount at shops. Oh. Tehát ez volt a price-om. Oké. Okay. 10%-kal olcsóbban tudunk vásárolni. Még fel kell fedeznem azt a részt. Oh my! Is that Bon Voyage?
my cousin. The name's Merci. Nice to meet you. Ja, kuzi! Mi? Will this cannon itt keverednek a törpék és az elfek? But of course. Are you ready? Most azt kaptad, hogy írja mennyi box hiányzik a mapnál. De várjál. Azt írta, hogy 10% discountot kaptam. Na várjatok, akkor azt mondja, megnézzük. Hát ezen a landoláson még csinálni lehetne. Tovább. Ah, látom. View undiscovered treasure boxes. És a következő a get a 10% discounted shops. Ah, itt vannak a rewardok, na figyeljétek. Occasionally 2x boost to XP. Time needed to escape from battle feleződik. Rest at inns free of charge. And a 20% discounted shops. A 25 az már elég jól hangzik. More items available and resetting training points half off at the night market. View undiscovered treasure boxes and lil cactus. Oh, na a 35 már nagyon jó. A háromszoros XP boost sem rossz. És az 50-nél van. Amikor megkapjuk az ő chain ability-ét. 40 az a 35? Miért? A 40 az az occasional 3-szoros XP boost. Nem, a 35 az tök jó. Hogy látod a undiscovered treasure boxes and lil cactus sites. Ott van a 4x5 a mapnál a ládák száma. Igen, az egyébként hasznos lesz, hogy ha oda megyünk egy mapra és megnyitom, akkor lehet majd látni. Igen, night market. Once it's dark, the night market here is open. Oh. Jöttet, akkor most várnom kell estig? Azt meg lehetne csinálni akkor, hogy addig alszunk, nem? Szia, Zsófi! Rest until evening. Jó, és akkor most mehetünk. El is menthetjük a játékot, persze. És akkor most elméletileg be tudunk menni a Night Marketbe. Na nézzük. Ha így lenne este a Green Hellbe, lehet ott sem zavarna a dolog. Egy picivel sötétebb van ott. Oh. Welcome. Lots of wares to browse. Do come again. Come again. Az a három leányzó, ott középen. Ők az igazán érdekesek szerintem.
500 luk. Jó van. Oh, welcome. Looking for something in particular? I always wanted to set up shop like this. Running a shop isn't as fun as I thought. Well, enjoy your doodads. I think I'll go take a nap. Ott a minor malett. Let's be off to Rabite Forest and find the Korriboker village. Welcome. Lots of wares to browse. Earth coin. Earth magic damage to area. Aha, nézzétek csak, és ezekből már vannak cuccok. Earth elemental damage-et ad a fegyveremre. Wind magic. Aha. Hát ezek, amiket már amúgy is lootolgattam. Switch is time to day or night. Ja, ez is jó. Ha. Látjátok, mert van csomó magic itemem. Ezeket még nem is nagyon használtam. De lehet, hogy majd a fight közben ki kéne próbálni. Ezeket a dobálhatós szarokat eladom. Nála csak ilyeneket lehet venni. Oké. Okay. Jó van, usoljál. Körbe akarok nézni. You know you can always reset your training points. Aha, tehát itt lehet resetelni a training pointokat. Hát nem igazán akarom, mert alig osztottunk még el valamit. Ez nem érdekes. Mit csinál ő? Night market. You won't find these wares in any other shop. Dangerous items on sale at the night market, but it's hard to get your hands on them elsewhere. Aha. Looking for labor? Now normally I'd offer you a deal on indentured servants, but I'm sold out. What? That boy might very well have been Elliot. Where is he now? You knew him? Sorry. But the man just bought the wares and left. I didn't pry. Beragadt a táncolásba? Nagyon viccesen táncolnak egyébként ezek az emberek. Oh, have mercy. I sold the kid to a red-eyed man. Eladták a testvéremet. Hogy lehet eladni a... I cannot let this go. People's lives are not goods to be bartered. You should be ashamed. Szégyeld magad. I will change my wicked ways. Just please spare me. Olyan csúnyán néztem rá és mondtam, hogy szégyelje magát, hogy megváltozik az egész élete ettől. Piros szemű embernek. Csak egy piros szemű embernek adta el. Trader chain ability. 20% chance of cancelling an ally's stat decrease. Nem rossz, hogyha majd egy olyan területre megyünk, ahol rettentő sokszor raknak ránk mondjuk státusz effektet. Ezzel már beszéltem, ugye? Igen. Na ti mit csináltok itt középen, jányok? Yes or no? Táncoljanak nekünk?
Hát ez nagy tánc volt. Jó, de kaptunk egy új ability-t tőlük. Increase magic attacks by 5% in battle. Az egész jó majd, hogyha valamelyikkel elkezdünk kasztolgatni. Köszönjük szépen a táncot. Na, megszereztük a minor maletet. Úgyhogy elméletileg akkor most hajózhatunk vissza. Már megint 270 lukrába kerül. Vagy hármas ikrek, vagy lustak voltak külön. Á, nem, szerintem a kék az volt a legszebb. Az összes közül. Még Cloud is nyom... Ja, egyébként igen, azzal egyetértek, hogy még Cloud is jobb táncot nyomott. Várjátok csak, mi a helyzet itt? Ja nem, ez csak az e-mail, hogy küldték a kulcsot. Adtam volna egyébként, hogyha... Ha lett volna még lehetőség arra, hogy ott Cloud-dal táncikáljunk, nem? Mondjuk valami extra küldetésért, ugyanúgy, mint mondjuk a Google-os vagy a pull-up-os challenge. Lehetett volna valami Just Dance challenge is benne. Szia, Gronek! Hello, hello! Egy kiégés elég volt? Hát azért vicces lett volna szerintem egy olyan. Cup of Wishes. Ott egy kaktusz. Hallod, milyen könnyen találom meg a kaktuszt? Jó, mondjuk abból kiindulva, hogy 50-szer kell megtalálni. De tényleg ott írta is fölötte, hogy a next price az a 10% discount. És akkor ha most megnyitom a mapot... Aha, treasure boxes 2x2. Ezt egyébként lehet érdemes lesz nézegetni. Bár mondom, szerintem a legfontosabb ilyen bónuszunk az úgyis az lesz, hogy a kaktusznak a helyét is mutassa. A Cup of Wishes mire jó? Az az, amivel rezelek. Majd ha lesznek ilyen nagyobb enemik, akkor azokon ki akarom próbálni, hogy milyen a varázslás. Ott van a kaktusz megint. A kívánsághely, ami sárga, az föltölti a HP-dat, és elmentheted a játékot. Ami ezüst színű, annál nem töltődik a HP-d, de elmentheted a játékot. Ez föltölt mindent, és akkor még rá is menthetek. Az vagy ezeket a kis figyfasz enemiket nem akarom levarázsolni, mert így is mindentől meghalnak. No
Annát bántják. Most ma meg is érdemli. Jaj! Make no mistake. I'm stronger now. Merjem, mert a nyomika is megkapta a level up-ot. Varázsoljunk rájuk egyet, na nézzük meg! Elméletileg. Well, hello, boys. Miért nem? Várjátok. Szerintem nem szlotoltam be. Szerintem nem szlotoltam a varázslatot, mert nem tudtam használni. Várjál. Tehát itt van az, hogy items. Itt vannak a magic itemek. Tehát hogyha mondjuk ezt az earth coint szlotolni akarom, ja látom. Az item seed. Ice coin, flame, light, deals fire magic damage, dark magic damage, ally boost. Na nézzük. Nem rossz. Tudom, hogy kivettem a candy-t. De most úgyis ezeket elhasználom, mert ezekből ilyen egyek-egyek voltak. Érdekes. És akkor később lesz majd olyan karakter, aki mondjuk alapvetően is tud varázsolni, nem csak így itemek segítségével? Hello, kenyérízű WC papír. Félve kérdezem, hogy alapvetően... Ha nem kenyérízű, akkor milyen? És ki az, aki már próbálta? Ezek a varázslatok erősek. Igen, a barackos budipapír is egy jó felhasználó név. Na nézzük, ez fire magic damage-et csinál. Ez Dark Magic Damage-et. Ez Defense Boost-tól, ez a fegyverre ad különböző buffokat. Ez az Enemy Defense csökkenti. Ez meg valahogy instant destroy-ol valakit, aha. Boost Chance of Critical Hit. Magic Damage Done to Ally.
és ez pedig a sleep. Hogyan lehet unslotolni? Remove Y. Aha. House Magic Damage, ez nem kell most. Hát most ezeket unslotolom. És akkor a Candy-t visszarakjuk. Elhasználgatom ezeket a Magic cuccokat. És jól is néznek ki egyébként ezek a magic attack-ok. Mike Oxlonga neve egy haverodnak? Igen, azt már megbeszéltük, hogy nekem akkor is a kedvencem az egyenes banán nevű felhasználónk. Jók a rajzok a menüben? Alapvetően egyébként szerintem a grafikai világ egyébként tök aranyos. Koropok úr! Koropok úr! Jaj, azzal a tempóval szerintem utolérlek. A Banhammer lecsapott, srácok. Úgy érzem. A törpök élete nem csak játék és mese. Hallottál már a gonoszról? A csúf kopasz hókuszpókról? Azaz. Koropok úr! Oh, we just moved into town. Lovely to make your acquaintance. Is it just me, or does something about you smell human? Oh my, human? I hitched a ride on a human to get here, so his stink must have gotten on me. It is hard to avoid those simple, stinky humans. Most definitely. So do you happen to know where we can find Dom Perry the Sage? How about you look for the fellow yourself? All we can do is ask a score of pokers if they've seen Dom Perry. Asanya. Don't reveal that you're actually big folk. Azt mondja, emberszagunk van, és ez valószínűleg azért lehetett, mert idáig egy emberen utaztunk, és a szaga ránk ragadt. Öt treasure van ezen. Ezen a mapon, de mutatni nem mutatja. De csak annyit látunk, és ez treasure-nek számít, szerintetek? Na várjál. Nem. Tehát az konkrétan treasure, csak a box.
Mekkora mak volt ott a földbe? Anyás, ez a levél megakaszt. Adjó! Szia, Márti! Jaj, basszus, be kell majd lépnem. Aha, Animal Crossingba be kell majd lépnem, srácok, de ráadásul pörgetnem kell majd a dolgokat, mert ugye április 11-e van nálam. Úgyhogy vissza kell állítanom május 2-re, mert május 2-án ugye én nem játszottam. És utána május 3-at is meg kell néznem, ami meg a mai nap. Márti, olyan dologról maradtál le tegnap az Animal Crossingba. Azt sajnálni fogod, hogyha megtudod. Két dologról is lemaradtál. Az egyik, hogy beállítottam a streamre április 11-ét, és konkrétan a szigetre jött X ember, és együtt játszottunk fishing tournamentet, aminek a pontjai összeadódtak a végén, és mindenki abból tudott vásárolni. Tehát fishing tournamentet csináltam, illetve utána körülbelül 700 ruhát dobtam ki a földre, amit lehetett vinni szabadon. Tele volt a sziget izé ruhával a földön. Elkapkodták a porszívók. Hol az anyámba van még a többi chest? Hát nem tudom, Imi nem volt ott nálam tegnap szerintem. Mert mint a horgász versenyen, ott a chatről voltak páran. Hogy lehet ekkora fűbe megtalálni azokat a szerencsétlen ládákat? Lehet, hogy így... Na ne bassz, hogy ezen föl lehet menni. Haha! Ja, az lehet. De mondom, minél többen vagytok a szigeten, annál durvább pontmennyiséget kapsz a végén, és összeadódik. És akkor lehet csomó mindent vásárolni. Hányat találtunk meg? 3-at. Kérem szépen, ez fölháborító. Na várjál, még menni kell a csillag irányába. Most kaptad meg a terraformálást? Az szép lesz. Amit vetkőzött. Hát igen, konkrétan az összes ruhámat, minden ruhámat kidobtam a földre. Úgyhogy most semmiféle ruhám nincs a beállított preseteken. Ja, és egy nagyon fontos dolog, végre meglett Márti a Jester sapka. Most már kurva jól néz ki a loadout. Hey, Dom Perry is not here. Bizonyám, van Jester sapkám. Udvari dolond, azaz. When you asked, I was taking a turn around the village. I did not know where I would be at any one moment. What a horribly stubborn man. I suppose
that is one way to look at it. What? Do you doubt me, youngin? Came for advice, Dom Perry. Well, there's a rumor that mice invaded a Corpoker homestead near the Kingdom of Laurent. We figured other Corpokers might know how to help them get their village back. Any ideas? Oh, my! That is dreadful! Laurent, you say? Oh, I have an idea. First, you must locate the wind elemental, Sylphid. Great sage! I do not know how Sylphid would be able to help us, what with the wind statue that blocks our progress. Ah, is that so? Wind is an ever-changing element. But as the world's mana power ebbs, there may be those who have found a way to twist Sylphid's powers for ill. What? The wind is restless. Something may have befallen the statue. Regardless, listen well to what I have to say. De nagy szakálló, az barátság... barátságos, de írták, hogy makacs, mint az állat. A dangerous wind labyrinth. You can traverse the hall by changing the directions of the wind statues. Nee. The rest is up to you. The windstone can be found deep within. There, you may also find Sylphid. Hűha, lesz egy labirintusunk, amit meg kell nézni. Citadel Laurent to incapacitate the Navarral agents. Wait, you knew we were not Corpoker the whole time? It was obvious. If you were Corpoker, you would have known that this is the only settlement of our kind in the whole world. Besides, I can tell that you have a fairy within you. We Corpoker can see that you are her chosen. Ő az elejétől kezdve tudta, hogy nem vagyunk korompokurok. I am not fond of humans myself, but I know that if fairy is here, the world is in dire peril. We cannot turn a blind eye. Pardon my teasing from earlier. I just cannot help myself. Oh, there is no... Te végig átbaszott minket. És elnézést kért természetesen. De hogy ő végig tudta, hogy nem korompokurok vagyunk, mert hogyha azok lennénk, akkor tudnánk, hogy az egész világon ez az egyetlen egy hely, ahol ők élnek. Mi pedig ugye az egyik dialógusban azt mondtuk, hogy hát azért jöttünk ide, mert segíteni akarunk Laurenti korompokuroknak. Dom Perry gave us a good lead. Are you ready to retake Laurent? We cannot delay. Let us be off to Gusthall. I appreciate all of your help. Ghostwalk, köszi szépen. Well fought. That was the last of them. Don't get too comfortable, though. Az az utolsó láda, ami hiányzik ezen a területen. Azért néztem csak meg, hogy mennyi van, és akkor most elméletileg ez 7-7. Ah, 7/7. Okay, leave it to me. Nálad is beakad néha?
elméletileg nem nálam van a gond, de aztán az is lehet, tudjátok ez milyen. De jó, hogy egyetlen egyenemire toltad rá. Az öreg nem elég. Igen, az meg a másik, hogy mindenki fullosan ugyanúgy néz ki a korompok urok közül. Csak mi voltunk különbözőek. Valaki még él. Na ez most tipikus Final Fantasy-s feeling lett volna. Majdnem elkezdtem használni az itemeimet, hogy... hogy fölhíleljek, aztán vettem észre, hogy igazából... Jó, ezt már elköltöttem. Hogy ott van egy szobor. Nálim is szokott néha ilyet. Szerintem szolgáltató inkább tegnap pölő volt egy fél óra, amikor folyamatosan akadt. Komolyan! Hát van olyan, amikor tudjátok az én netem akadozik, azt mondjuk szoktatok szólni, és akkor azt látom is. Most nem látok egyébként droppot. De írjátok is, hogy Twitch csinálja. Oksi. Arra vagyok kíváncsi, hogy mikor lesz olyan része a játéknak, vagy hogy az a része a játéknak, inkább úgy fogalmazok, hogyan működik, hogy nem csak milizel, hanem varázsolsz. Tehát, hogy az mindenféleképpen item, és itemet jut... De nem. Biztos, hogy lesz varázslás, hiszen van manám. És a manámat még nem tudom semmire se használni. Így kell, hogy legyen valami. Na, visszajöttünk a városba. És visszahajózunk. Tianti. Lassan egyébként az 5000 pénz, az nem lesz elég. Legalább ilyen 6000 kell ahhoz, hogy minden itemet lecseréljek egy körbe. A legutóbbi alkalommal 750-be kerültek az itemek. Szerintem ez nőni fog. Valamit biztos, hogy lehet majd tanulni, mert az a csaj, akit én irányítok, ugye a zöld, ő neki alapvetően kiírás szerint Ranged per Support Summoner a besorolása. Na most ebből egyelőre semmit nem tapasztalunk, mert csak a spearemmel hadonászok. Nem tudom, hogy mikor tanulom meg. Majd mindjárt megnyitom az ability-ket, mert lehet, hogy ott, ha az intellektre meg a spiritre teszek, akkor ott jön elő olyan. Majd mindjárt megnézem. Mert hogyha a tréningnél, a csajnál nézzük a... Ugye eddig a luckra, a strengthre és a staminára raktunk. De például az intellektnél itt van egy olyan, hogy... Na, az intellektnél például semmi nem jön. És a spiritnél se. Nem, akkor azt szerintem valakitől fogjuk majd tanulni. Mert nem hiszem, hogy...
csak úgy lehetne varázsolni a játékba, hogy itemeket használsz, ami ilyen varázsitem. Nekem az kicsit fura lenne. Melee Ranger? Ja. 5 treasure box van ezen a területen, amit nem szereztem meg. That's the spirit! Próbáld eldobni. Az a Green Hellbe bejövős. Oh. Viszont akkor biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy a max szint az 6x5 lenne. Ez 30. Mert akkor rakod ki az összes statodat. Viszont lehet resetelni training pointot, úgyhogy lehet, hogy akkor mégsem. De minek resetelnéd a training pontodat, ha mindent ki tudsz tenni? Amúgy csak nálam lenne elvárás, hogy hard szinten nem usattassa azokat a piros csíkokat, ahova az enemik támad. Hát, Loader, őszinte leszek. Alapvetően én a hard szinttől még ennél többet is elvárnék. Mert egyelőre... Hogy őszinte legyek, zero. Zero az a kihívás, ami a fightokban van. De még a boss fightok sem voltak nehezek. Remélem ez változni fog. Tizenhétezer pont kell már csak hozzá? Mi ez, Simon? Ja, az alert hang. Azt hittem, hogy kiszámoltad, hogy mennyi XP-re van szükségem ahhoz, hogy meglegyen a max szint. Várjál, itt föl lehet menni. Ha, de nem, körbe kell menni. Mondtam, hogy még fogunk abba az irányba menni. Először mindig addozni kell. Aztán a legnagyobb enemire rámenni. Nem tudom, hogy lehetne... Nem tudom, hogy lehetne értelmesen nehezíteni a fájtokat. Nem tudom, hogy sebezzenek ők nagyobbat, vagy mi kevesebbet. Eddig nagyon taktikázni se kellett, hogy mikor mit használok. Túl rutinos vagyok, az a baj. Hát, kétlem. Kétlem, hogy az én próságom miatt lenne ennyire easy. De persze, szép gondolat. Oké,
hogyan... Hogyan tud misszelni, baszki, amikor... Mindegy. Ők nagyobbat és te kevesebbet. Igen, 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 igen. Tehát, hogy lehetne hosszabb. Tehát én elképzelni nem tudom, hogy milyen lehet normál vagy easy módban a játék akkor. Miért ránézek és meghalnak? Kapcsolt ki a monitort, és úgy nehezebb. Az biztos? Ott a kaktusz! Jó, hogy még él egy. Kaktusz! Hát én is ezt tudom elképzelni, hogy easy mód az... Nem mindegy. Remélem, hogy mostanában... Nem tudom, hogy mostanában egyébként... Van-e terve még ilyen típusú játék? Ugye a Final Fantasy-nak annak vége. Azt mondtátok, hogy elméletileg hasonszőrű a Final Fantasy 15? Nagyon kell sietnünk. Valaki más is úton van. Na még egy szint lépés mindenkinek, és akkor lesz kimaxolva a harmadik stat. Nem tudunk átkelni. Ezen. Mi az, hogy nem tudok átmenni, simán átsétáltam. Na mindegy, fedezzük fel ezt a dolgot. De ha mind nem tudok átkelni? Hát átsétáltam azon a szaron. Oh. Csillag Gamer 5, 6, 2, 4, 2, 8, csillag Jackboot, csillag Green Hell, csillag Using My Affiliate Link Tank. Oh yes, valaki Green Hell-ezni fog. Oké, itt nem tudok átmenni. Ez az jó túlélést. Ki volt az? Ki vásárolt, srácok? Just bought Green Hell. You
Azt mondja, ezt imádom egyébként ezt a dumát, ez a victory is easy with reliable companions. Én nem, nem én. Silver item seedet kaptál, láttad? Ó, nem. De annak örülök. Ah, és akkor most oda nem tudok bemenni. Na de várjál. Azt elforgatom. Ha, akkor meg itt nem tudok átmenni. Oké. Okay. Valaki kedvet kapott? Örülök neki. Tényleg egyébként nagyon-nagyon élvezem én is azt a Green Health-t. De várjál, ide jöttem most be. Ha ezt elforgatom. Aha, most tudok átmenni oda. Yes, yes. Yes, oké, dollár. Jó. Most kellene tudni. Hey! Hú, ez meg... Most beugrottam ide. Néztem képet a full mapról Green Hellben, lesz még content? Igen? De várjál! A full map alatt most azt érted, amit még nem fedeztünk föl, ugye? Tehát az éget részt. Na mi van, hogyha én oda lemegyek? Úristen, akkor újra körbe kell jönni az egészen, én le nem ugrok oda. Várjál, mi történik, hogyha ezt megprüttyögöm? Á! Oké. Okay. Így leugrok. Ezzel lehet egyébként visszaugrani oda az első helyre, de most nem akarunk még oda menni. Három map van ott. Három térkép van? Ho-ho-ho! Ez az! Na ennek nagyon örülök. Hát akkor még olyan bázist fogunk építeni valahol, hogy úristen. Hát akkor a következő stream szerintem az arról fog szólni a Green Hellbe, srácok, hogy keresünk egy helyet az új mapnak a kezdeténél, egy megfelelő spotot, ahol felhúzunk egy új baszó bázist. Ma este Green Hell. Egyébként adnám. De maradjunk annyiba, hogy nem biztos. Tudjátok, vasárnap este az általában
pihi este szokott lenni, az ilyen zsanis este, filmezünk vagy valami, de lehet, hogy lesz egy sunyi stream. Passz. Mi a Sekóval megszereztük mind a hármat. Jó, de ti rásoltátok valószínűleg az egészet. Mi a fasz? De várjál, itt nem tudok átmenni, ember. Ember! Kaktusz! Na várjál. Hát ez nem jött be, ez a taktik. Ugye a faszomba szerzem meg azt a kaktuszt. Azt hittem, hogy lehet taktikázni úgy, hogy fölugrok és átfúj a szél. Ó, nem is biztos, hogy rossz gondolat, nem? Ő elment napokra felfedezni. Ja, értem. Elvárva nem lennék ilyen szórakoztató. Nem vagyunk mi házasok. De azért, tehát, hogyha ha van sunyi stream, akkor az azért szokott este lenni, mert este úgyis ide szoktam ülni a géphez. És az megint más akkor. De figyelj, ezzel mi a szart lehet csinálni? Ezt hogyan tudom azt megszerezni? Biztos, hogy valahogy átugrani kell hozzá. Bazd meg. Itt most problémába ütköztünk. Itt se tudok átmenni. Jól elcsesztem. Miközben azt a képességét használja, nem szabad szuper képességet használni, mert ignorálja. Ha meg kiugrik belőle. Remélem ma is fogjátok, jó Muri. Ja, közben meg... Na mindegy. Na, meglátjuk majd, srácok, hogy mi lesz ma este, még én sem tudom. Merre fele kéne menni? Hát itt igazából jobbra. Na ebben nem voltam biztos, hogy a levegőben lévő enemikre hat-e a... Bazd meg. Hat-e a képesség. Most menjek vissza, és akkor fordultak el a dolgok ahhoz a ládához? Vagy a kaktuszhoz? Na nézzük. Ez oké, hogy megvan, de a kaktuszhoz, hogy a faszomba jutok át. Hogy jutok át a kaktuszhoz?
Oda biztos, hogy... Hát ha csak nem az van, hogy valahol megjelenik valami extra cucc, szerintem ide átugrani kellene. De valamiért, valamiért nem tudok akkor átugrani. Hát igen, erre hirtelen nem gondoltam, hogy, hogy így föl lehet ugrálni a falon. Ja, de itt nem. Physics, physics, bazd meg, physics. Na nézzük, mit kell csinálnia itt. Gondolom a lyukba leesni nem jó. Biztos, hogy nem halok meg tőle, csak gondolom leesek a lyukba és akkor jöjjek ki onnan valahogy. Oké. Okay. Azt mondja, hogy innen kifújatjuk magunkat, és akkor most el tudok jönni egészen idáig. Nagyon jó. Hey, Monika! Jó, az most elfordult. Azt jelenti, hogy átjövünk ide. Hát ez elég béna volt. Oh, yes! Wow, ez nagy volt. Gyere, madár! Nem tudom, miért Nickelbacket olvastam a nevére. Oh. Aha, tehát akkor most megnyílt egy új... új útvonal ebbe az irányba. Aha, ami megint visszavinne az elejére. Már láttam ott a mappon a manasztont. Ezt akarnád alert hangnak? Micsodát? Hey, Monika. Durán is 18-as lett. Na, akkor megvannak... Megvan két embernek... három statja maxolva. És akkor most igazából ugye intellect meg strength... Uh-huh. Egyébként nem is rossz az a, az a quick heal és retain bónusz. Jó. Alakulnak a statjaink. Hát itt van a kő. Szerintem boss time. It's a mana stone. This is the first one I've ever seen in person too. Huh. If the Benevedon sealed within were freed,
whole world would be in such danger. David Icke teljes YouTube csenejét törölték. I'm sorry. Az baj, hogy én nem tudom, hogy ő ki. We're doing what we can to stop it, after all. Come on. Sylphid must be nearby. Hey, ő kicsoda? Looks like these fresh footprints are headed this way. Let's check them out. Szia, Zsófi! Na, switching classes. Na, ezt figyeljétek. Use the mana stones around the world to switch to a different class. Each time you change to another class, your character will become stronger. What the fuck? Level 18 or higher. Level 38 or higher plus necessary class item. Mi a faszom az a class change? Tessék, 18-as. Who is switching classes? Reese. Try to switch your class. Mire switchelte? Nem is tudtam váltani! Semmit! Ó! Oh. Na menj a faszomba! Figyeld! A strengthening support class. Valkyr can boost all stats to help their allies. They help cover the party's weaknesses by bolstering their strength. Ez a light. És a dark. A debuffing support class. Rune maidens can weaken an enemy and make it easier for the party to win. Oké, srácok. Valkyr vagy Rune Maiden. Tehát buffoljuk a csapatunkat, vagy debuffoljuk az enemit. Valkyr? Várjál, van next page! Na, ez így már jó, nézzük csak, figyeld! A Valkyr 1% of Chegog when normal attacks hit. Surging points of the lance causes damage. Stat decrease effect time shortened by 40%. A righteous spear thrust from high above the enemy's head deals damage. És akkor itt vannak a stat változások. Akkor Valkyr? Hova debuffolni, így is gyengék. Jó. Akkor ő legyen Valkyr. Reese has switched from Amazon to Valkyr. Upgrades and new skills. Class Strike, az a Lance. Combo. BBBY. Kettő új ability slotot kapott. És new moves és abilities in training. Na, ezt most meg kell néznünk. Hogy akkor pontosan hogy néz ki, mielőtt egy másik karakterrel is váltunk. Szóval, azt mondja, hogy training.
Aha, nézzétek, tehát így már értem, hogy miért van retalent. Tehát a valkűrünk átalakul, vagyis hát a... Így már megéri egyébként retalentelni, mert így már meg lehet nézni, hogy mik vannak. Tehát a Fortitude, Quick Heal és az Intellect után megkapta, itt van. Stat Increase, Self Heal és Intellect. Itt van Protection, Mental Boost, Strengthen, Stat Boost, Spirit. A Luckba kapott Magic Smash-t, Chance of Magic Attack and Magic Defense Decrease with Critical Hit. Healing Item Effectiveness Increased by 20% in Battle. Strength. Attack Boost All. All Allies Attack Increased by 3% in Battle. Stamina. Winning Heal. Recover 7% of HP for All Allies after winning a battle. Egész jó. Oké. Okay. Nice. Ez így akkor már szépen átalakult, és kaptunk 2 plusz slotot, ami azt jelenti, hogy majd lesz még 2, amikor a következő class change-t megtesszük. Jó. Na nézzük, hogy mit tudunk neki adni. Magic Switch. Stat Down Resistance. MP Boost. Hát ameddig nem retalentelek vele, és rakom át a pontjaimat a Spiritbe meg az Intellectbe, addig úgyse tudok vele izét csinálni. Nagyon varázslást. Igen, tudom, Loader, meg fogjuk csinálni. Mert ő még nem 18-as. Csak az a baj, hogy most viszont tehát mindenféleképpen kelleni fog, nem csak a... Na jó, várjatok. Oké. Okay. Tehát akkor Reese az megvan. Akkor nézzük Durant. Nézzük Durant, mi tud lenni. Itt most még nem tudok semmit csinálni egyébként. Switch class. Ő belőle mindenképpen tank kell. Ott is van. A Knight. A Protector class. Knights are proficient at both attack and defense. They can use shields, weapons and healing magic to defend their allies. Oké. Okay. És a Gladiator. A class with high attack. Gladiators can't use shields, but they possess great power. They can use fire, water, earth and wind saber magic to deal lot of damage to their foes. Okay. Defense increased by 10% for 10 sec at the start of battle. 2 slashes in a row followed by a forward thrust damage enemy. Attack increased by 10%. Enemies in the area of attack gets caught up in a huge whirlwind. És akkor itt vannak a stat change-ek. Hát figyeljetek! Van egy supportunk, ugye a Valkür. Ő buffolja a tímet. Majd. Lenne Durán a tank, aki pajzsal van, és majd a kis csávó, a dual wieldes, az lenne a baszó damage. Tehát én most Durant egyébként Knight-nak állítanám be, és nem Gladiátornak. Sőt, annak is fogom beállítani. Durán. Hogy meglepődött? Hol a buzis pajzsod? Yes, sir. BBBY. Ó, és nézzétek, neki 300%-on maxolódik ki a cucca.
Oké. Okay. Ő neki valószínűleg mindenképpen strength és stamina lesz a bónusza, de mindjárt megnézzük. Training. Azt mondja, hogy Duran. Tehát a strength-nél ő kapott counter 2-t, attack increases by 15%, tehát a 10% helyett 15. Charge attack damage increased by 30%, az is elég jó, és plusz 5 strength. A staminára kapott még 10 HP-t, charge attack és stamina, az intellektre shortened cucc, intellect, using a healing move on ally, recovers 20% more HP in battle, attack increases by 20% when effect, jó, és intellect, spirit, damage boost, spirit, healing light, nézzétek csak, tehát ő neki a spiritbe bekerült a healing light, tehát a tankom fog tudni healelni. Ez mennyire beteg? Healing MP saver decreases MP used for healing magic. Aha. Tehát neki a spiritet ki kéne húzni például teljesen. Az intellektet nem feltétlen. De mert az intellektből meg még többet healel. Na nézzük a luck. A lákot azt leszedhetjük róla. Nem, mert itt van a provók, ami meg a tankoláshoz kell. Jó, szerintem a strength az elhanyagolható nála. A strengthben nem látok olyat, ami feltétlen kellene a tankoláshoz. Neki nem kell nagyot ütnie, meg armort brékelnie, meg ilyenek. Tehát a strengthet elengedhetjük. A staminát is. Csak akkor meg bukok vele HP-t. Igazából csak HP-t bukok vele. Ja, tehát a strength és stamina az kiesik. A luckot meg kell tartani a provókig. És a többit az pedig a spiritbe és az intellektbe beletenni. És akkor ő tankol és healer. Ez fasza lesz. Jó, és akkor most gyorsan ki kell húznunk még ezelőtt a manasztón előtt visszamegyünk. És itt kihúzzuk neki gyorsan a szintet. Mert ő még csak 17-es. Jó, még kell neki 600 XP. Azt gyorsan megcsináljuk, és akkor őt is... és meglátjuk, hogy mi lesz akkor a damage. Damage a karakterünknél. Mert ő lesz ugye a brutál damázs. Szerintem lesz valami durva assassin képesség. Na még 400. De ez nem, attól még nem full healer lesz. Mert ott lesz neki a taunt. De most ennyi? Nincs ebben nem mi? Oh, Istenem. Csak semmi bónusz nem ad. Olyat, ami feltétlen kellene a stamina. Ha megnéztétek, 10 HP és 10 stamina, amit a staminából ki tudok szedni, illetve olyan passzív képesség, ami nagy valószínűséggel nem lenne használva, mert charge attackra adja csak be. Szerintetek, hogyha nem én irányítom a karaktert, mennyi charge attackot csinál?
Ja, nincs zene. Az a baj, hogy amíg nem poppolnak vissza, addig most mi a szart tudok csinálni. Tovább tudok menni, de akkor meg lehet, hogy nem tudok visszajönni. Na jó, próbáljuk meg. Hoppácska, mi van ott? Boss time gyanús. Lehet. Eltűnt. Elaltatta a tankomat, ha jól látom. Jó lenne, ha elállnátok mellőle. Ne! Hülye gyerek. Ők nem fognak kiállni belőle ezek szerint. Hát gratulálok, bazd meg! De mit csak? Ja, hogy ki tudtam volna elütni? Lehet. Jó lenne, ha kijönnétek onnan. Aha. Ó, viszont jól néz ki a... Jól néz ki az új kombó. Az, amikor üt, és így előre fele tűz egyet.
injured? Sylphid, are you all right? Who was that dark knight? I don't know. One moment he was looking at the mana stone, and the next he was after me. He drained my energy and summoned Harsepide. Was that knight trying to release the mana stone? Sylphid, we need your help. Most 19-es lett mindenki, tehát tudnék klaszt váltani az utolsóval is. Well, you all saved my life. I'll stick with you until the bitter end. Na nézzük, most unlockoltuk a Windet is. Now that you can access Sylphid's power, you can use Wind Elemental Magic by putting training points towards abilities from the training section. Jó. Tehát van Lightning Zéber, Defenseless és Ciklon. Finally, we can reclaim my home from those invaders. Thank you all so much for your aid. As Dom Perry suggested, we can utilize the Somnosis in the meadow. Ez az, most akkor tudjuk. Na, meg tudjuk nézni, hogy mi lesz az utolsó csávóból. Kíváncsi vagyok, hogy ő mit kap. Hawkeye. Na! Try to switch your class. Na nézzük, mi lehet belőle. Hát. Én nem vagyok elájulva. Na nézzük, tehát Ranger és Ninja. Azt mondja, a cunningly versatile class, rangers can use magic that causes status effects as well as attack enemies with traps. They befuddle their foes with tricky moves. This has a like chance of keeping the item when using an item in battle. Throw innumerable knives to damage enemies in the area of attacks. Aha. A technique-based debuffing class. Az meg még debuffolni is fogok. Ninjas use ninja moves. Srácok, a mai napon egy dolgot megtanultok. Az legyen az, hogy a ninják ninja mozdulatokat használnak. Egy fél pillanat. Csak már hívott Johnny, hogy mindjárt itt van. Azt mondja, and other special attacks that hinder their enemies, they excel at weakening their foes. Magic attack increased by 10% when HP at 100% in battle. Create a copy and slash at the enemy 3 times per swing. Hát inkább ninja. Talán ő tetszik a legkevésbé most. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz. Lehet majd később durvává alakul át. Igen, a kígyók meg kígyóznak, pontosan. 300% neki is. Shadow/BBBY. New moves and abilities. Na ránézzünk ezekre a new moves and abilities-re. Tehát van egy bufferem, meg van egy debufferem, és van egy tankom. Hol a damázs? Hol a damázs? Kérdem én. Training. Tehát most egyelőre ezeket el se hoztam, mert úgyis resetelni kell.
Szóval, a strength-be ő kapott extra damage 80% HP fölött, extra damage 80% HP fölött és sok strength. Staminába opponent stand ground cannot get knocked back while using charge attack. Stamina. Toxic. Poisoning, amikor power attackot használ. Na, az egész jó. Damage to enemy elemental weakness increased. Damage increased by 5% ninja moves of the same element of succession. Lefaszom, vannak a ninja move-ok. Spirit, ninja boost. Luck. Na, itt lesznek. Shuriken. Projectile deal non-elemental damage to enemy. Deals water damage. Decrease enemy attack. Deals fire damage. Decrease enemy magic attack. Deals earth damage. És itt van a thunder. Na megjelent az első értelmes rész. Tehát ő neki tényleg luckba kell tenni. Oké. Tehát konkrétan a ninjám igazából egy caster. Na mindegy. Jó, most az lesz, srácok, hogy ezt itt elmentem, és rohannom kell, mert Johnny nem sokára hazaér. Úgy de királyul nézett ki ez a támadás. Jó, hogy még nem halt meg? A leggyorsabb út egy nő szívéhez még mindig a Chidori. Jó, ezt engedjük el. Na! Szóval, srácok, itt fogjuk ezt majd legközelebb folytatni. Most gyorsan el kell köszönöm, mert megyünk. Két nyertest sorsolj. Oké. Okay. Azt mondja, giveaway, close. A háromból kettőt? Veroci, Little Miau és Cliffly. Az első... Veroci. A második... Cliffly. Hát... Little Miau. Gratulálok. Na, elköszönök tőletek, srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, jól szórakoztatok. Találkozunk vagy egy sunis streamen este, vagy hétfő este. Jó? Sziasztok! Gyorsan rohannom kell, ne haragudjatok, ez most egy gyors elköszönés lesz. Puszi. További jó szórakozást, kellemes a vasárnap délutánt mindenkinek, és boldog a lánknapján.